láttunk, nádább munka szarott föld, ha nincs semmit a téglamunka. Akkor kiléptem volna, de nem volt oda, mi mai az nagy munka lehetőség. Talán megmaradtam benne, meg is örököttem benne. József csipkereki téglásmester fogalmazott így a közel 30 esztendővel ezelőtt készült felvételeken. A kézi téglavetés valóban az egyik legnehezebb fizikai munka volt annak idején. Vannak országok, ahol hasonló technikával még ma is készül vályog tégla, azonban az építőipar egyik legfontosabb alapanyagát, az égetett kerámia téglát napjainkban már nagyüzemi körülmények között téglagyárakban készítik. A gyártás menete természetesen nagyban különbözik az ősi technikától, azonban a lényeg, az alapanyag ma is ugyanaz, mint évezredekkel ezelőtt. Az agyag minősége nagyban befolyásolja a késztermék tulajdonságait is. Amikor a gyárak tervezése történik, akkor előtte megvizsgálják az agyagot, és ahhoz a megfelelő gépsort állítják üzembe, és így már biztosítható, hogy kiváló minőségű terméket tudunk gyártani. A kibányászott agyagot a gyár udvarán lévő depóniákban pihentetik, akár több éven keresztül is. A gyártás kezdetén erőgépekkel jutatják a nyersanyagot az előkészítő részlegbe, ahol nedvesítés és aprítás után egy jóval könnyebben kezelhető anyag keletkezik. Ezután a nyers agyagot nagy nyomással átpréselik egy úgynevezett szájnyíláson, mely után megkapja a leendő formáját és belső struktúráját a tégla. Ezután az úgynevezett agyagszallagot, amit a présből kinyomunk, szeleteljük, megfelelő méretűre, csoportosítjuk, úgynevezett szárítókocsikra rakjuk, kiszárítjuk a szárítóban, az úgynevezett kemencekocsikra rakjuk, kemencekocsival bekerül a kemencébe, kiégetjük, akkor már a termék elnyeri a végleges formáját, alakját, alaktartóságát. A gyártás során maximálisan figyelembe veszik a környezetvédelmi előírásokat, emellett elmondható, hogy a kibocsátott káros anyagok mennyisége is jóval az előírt határértékek alatt marad. A kiégetés után a kemence kocsikról lekerülő termékeket rakatolják, majd szintén gépesített módon csomagolják. Ezután a termék készen áll a szállításra és az értékesítésre. 21. században téglagyártásban is a legmodernebb technikát használjuk, és emberi kéz érintése nélkül tudjuk a terméket gyártani. Igazándiból egy pont van, ahol még szükséges esetleg az emberi kéz, az pedig a termékeknek a minősítése, illetve válogatása az ürítésnél, ahol elsősorban szemrevételezéssel válogatják a terméket, de ha szükséges és olyan minőségű, akkor ott még kézi erővel azt kiválogatjuk belőle, hogy a vevőhöz csak kiváló minőségű termék kerüljön. Így nyeri el tehát az évezredes építőanyag, a tégla a végleges formáját a 21. században. A napjainkban is a legnépszerűbb falazóanyagnak számító termék várhatóan még további sok száz éven át szolgálja majd az emberiséget.